Köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, kezdődik Családőrzők című műsorunk egy újabb adása. Egy héttel ezelőtt beszélgettünk a munka és a család viszonyával. Azt a helyzetet boncolgattuk, hogy mi a helyzet, amikor home office-ban otthon dolgoznak a szülők, és mondjuk otthon kell maradni karantén miatt. Sajnos gyakori helyzet ez mostanában, bízom benne, hogy egyszer túl leszünk ezen is. A másik helyzet, amiről most fogunk beszélni, az pont az ellenkezője, amikor az egyik szülő távol dolgozik, nem tud hazajönni minden nap, vagy ha haza is jön nagyon későn este, de az is lehet, hogy csak hetente egyszer. Ez egy szokatlan helyzet, és hogy ezt hogy oldja meg a család, és hogy mit jelent ez a gyerekek szempontjából, most erről mind fogunk beszélni a következőkben. Engedjék meg, hogy bemutassam most is vendégeinket. Elsőként Papp Csilla mediátort, köszönöm, hogy itt vagy. Szia Csilla, sziasztok! Tolnyai Gábor atyát, katolikus plébános, mentálhigiénés szakembert. Én is köszöntök mindenkit. És akik rendszeresen nézik műsorunkat, tudják, hogy akit még beszoktam mutatni, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetője, aki most ezúttal képviselteti magát, ha nem is szakmai vezető, de kuratóriumi tag, illetve mondhatjuk azt is, hogy pedagógus, mondhatjuk azt is, hogy 4 kislány édesapja, úgyhogy gyakorló apuka, ő pedig Páncél Gábor, akit szintén nagy szeretettel köszöntöm. Én is köszöntök mindenkit. Már másodszor vagy a csapatban, hogy érezted magad az előző műsorban? Nagyon udvarias mindenki, hagynak szóhoz jutni, és ettől én mindjárt jobban érzem magam. Nos, meglátjuk, hogy az így marad a következőkben is. Nos, tehát azt mondtuk, hogy a következő témánk az a helyzet, amikor az egyik szülő távolabb van a családtól, ami hát fájdalmas, bár pont az elektronikának köszönhetően talán a mostani időben már egy kicsit könnyebben elviselhető. Én úgy gondolom, hogyha ez a helyzet van, talán elsőként a párnak nehéz. Hiszen aki otthon marad, ő mindent visz, és még hiányérzettel is küzd. Jól látom? Abszolút. Én ismerek, hozok egy példát. Jó, ismerek egy olyan családot, ahol anyuka 3 kisgyerekkel maradt itthon, és apuka elment kamionozni egzisztenciális okok miatt. Egyébként nem azért, mert ő el akarta hagyni a családját, vagy így akart kiszabadulni, hanem konkrétan ez volt az oka annak, hogy elment. És hát az informatika csodája által nagyon sok kommunikációs csatornát találtak, nagyon sok platformot, amin tudtak beszélgetni, tudták tartani a kapcsolatot. És ez egy olyan kamionozás volt, ahol egy hetet kamionozott, egy hetet itthon volt. Tehát végül is nem ez a fél évre elmentem, nem tudom, a világ másik felére, és tényleg csak Skype-on, vagy FaceTime-on, vagy nem tudom, mint tudjuk tartani a kapcsolatot. És körülbelül egy 8-10 év telt el, és azt látom, hogy az apuka visszatért, tehát kifizették, amit ki kellett, rendbe tették a pénzügyi helyzetüket, visszatért a családhoz, és azt látom, hogy tökéletes a gyerekeivel a kapcsolata, tehát nem látható az, hogy megsínlette volna. Biztos, hogy akkor aktuálisan, amikor ez zajlott, ő hiányzott a családból, hát nyilván kiesett egy nagyon fontos fogaskerék, ugye a családfő a családból, viszont annyira jól kommunikálták, és annyira jól felkészítették a gyerekeket, és annyira jól vitték, egy közös célért csapatban dolgoztak, hogy talán még közelebb is kerültek egymáshoz, mint annak előtte. Tehát sokkal jobban értékelik azt, hogy ők tényleg egy család, és hogy összetartoznak, apa, anya, gyerekek. És valahogy kialakult egy dacvédszövetség, egy sorsközösség is ebben a családban, és azt látom, hogy ők boldogok, és nagyon szépen kezelik a dolgokat, nagyon jól viszik az életüket. Most eszembe jutott Szécsi Pál, a távollét, a kis tüzeket kioltja, a nagyokat felrobbantja. Hallottam ezt mástól is. De el tudod képzelni, Gábor, hogy a családodtól húzamos ideig távol légy? Nem kell olyan messzire menni ahhoz, hogy ezt az ember megtapasztalja. Tehát, hogyha a munkája valakinek azt kívánja meg, hogy korán elmegy, és este későn jön haza, vagy egyszerűen csak annyira szereti a munkáját, hiszen azért egy csomó ember szerintem azért nagyon élvezi, amit csinál, hogy belefeledkezik abba, amit csinál, és magával ragadja. Egy csomószor ez is okozhatja azt, hogy kevesebbet van a családjával, nem is biztos, hogy külföldön van, de én is voltam úgy külföldön munkaügyben, hogy elmentem 3 napra, vagy egy hétre, és
a gyerekek is reagálnak erre, a család is reagál erre. Hogyha kialakul egy rutin, amiről Csilla beszélt, akkor el tudom képzelni, hogy ez igazából a gyerekeket olyan mélyen nem érinti meg, mert akkor ez egy rutin. A gyerekek nagyon jól tudnak alkalmazkodni. Egy csomószor az is elég nekik, hogy tudjuk, hogy papa vagy mama valahol van, és jól van, és csinálja a dolgát, és majd megjön. Nyilván ez kortól is függ, hogy hány éves a gyermek, és hogy mekkora támogatásra van szüksége, vagy milyen a viszonya a szüleivel. De azt gondolom, hogy egyszerűen csak az az érzés, hogy az ember elmegy, az nem feltétlenül rossz, mert haza is tud érkezni, viszont amikor távol van, akkor számomra a kütyük semmit nem oldottak meg. Tehát, hogy lehet, hogy most már talán a nagyobbik lányommal tudnék úgymond egy olyan beszélgetést folytatni, akármilyen kütyűn, amire már azt tudom mondani, hogy jó, legalább egy sztorit elmesélt a suliból. Ő a 12 éves. Igen, de hogy az összes többi gyermekemet, meg hát őt is igazából ez az egész nem érdekli. Tehát, hogy amíg az ember nincs jelen a szobában, tehát a nagyszülőkkel is tartani ez alatt, a karantén alatt a kapcsolatot így nyáron, vagy nyár előtt, ez egy nehéz dolog volt, mert ők akkor élvezik ezt az egészet, hogyha lehet szamárfület rakni, meg kis szemüveget ráakasztani a fejekre, akkor igen. De egyébként az, hogy ők meséljenek, vagy stb., ahhoz valahogy tényleg érdekesen kell kérdezni, vagy bele kell menni, de ők elfoglaltak. Egy gyerek elfoglalt, ugyanúgy, mint én a saját munkámmal, nagyon elfoglaltak vagyunk, elég annyi, hogy szia, szia, jól vagyok, és aztán menjen mindenki a dolgára, mert hát ő neki legóznia kell, hát ő neki barbiznia kell, neki fontos dolga van, ő nem akarja azt, hogy most itt raboljuk egymás idejét, azon kívül nem tud megölelni, nem tud puszítani, kész, akkor mit akarok tőle? Ismerem egyébként ennek az ellentétjét is. Egy ismerősöm mesélte el, hogy külföldre kellett mennie, egy szem fiú gyermekét hagyta itthon, és azt vette észre, hogy többet beszélgetnek, ami ott a külföldön van, mert amikor az van, hogy most akkor hívjuk egymást, és leülünk a monitor elé, akkor leülünk. Tehát nem úgy van, hogy jövünk, megyünk egymás mellett, azt megkérdezzük, hogy mi volt a suliba, aztán közben a legót nyomkodjuk, vagy bármi más, hanem leülünk. Azt mondja, hogy és azóta sokkal nyíltabban, mint hogyha a gyerkőc a monitor előtt jobban kinyílna, és szívesebben mondaná el a dolgait, lehet, hogy pont azért, mert lehet, hogy ő többet volt szokva ahhoz, amihez nem kéne még gyerekkorban, az a monitorhoz. De ezt a tapasztalatot osztotta meg velem, és ezen úgy csodálkoztam, mert ugye hallottunk már olyat egyébként, hogy kapcsolatokban is az interneten való kapcsolat úgy megerősíti az érzelmeket, sokszor károsan is. Gábor, hogy erre nézek. Én most egy jó végszó volt, hogy ott tovább kéne, hogy a figyelem, szerintem a figyelem a kulcs szó, hogy mennyire kapja meg a családban, nem csak a gyermek, hanem a társak is egymástól azt a dedikált figyelmet, ami csak neki szól. Amikor azt érzem, hogy most várhat a felmosás, most várhat a házi munka, most esetleg még a gyerek is várhat, mert mi most beszélgetünk, vagy most van egy fontos téma, aminek a végére akarunk kérni, vagy egyszerűen csak leülünk együtt megvacsorázni. És azt gondolom, hogyha valakinek ez a figyelem, egy megosztott figyelemből kell összegyűjtögetnie azt a figyelmet, amire neki szüksége van, akkor például egy ilyen kütyű, ami mellé oda kell ülni, ami mellett az ember nem tud olyan sok mindent csinálni, az segíthet. Azt jutott eszembe, hogy részben igen, tehát, hogy amikor ez a dedikált idő ott van, és akkor. De hogy azt is látom, főleg olyan családokban, ahol mondjuk külföldön dolgozik az egyik fél, és hétvégén te jön esetleg haza, hogy a nehézséget meg azt jelenti, amikor hogy nincs jelen úgy a hétköznapokban, mint egyébként mondjuk akár így itt lenne a hétköznapokban. Tehát, hogy ez is tud egy nehézség lenni. Persze a itteni hétköznapi zűrzavar pörgésben sincs folyamatosan úgy ott a másik, de hogy valahogy ezt kaptam jelzésként, vagy amikor erről beszélgettünk, hogy amikor nehéz, akkor az azért nehéz, mert hogy egyedül kell nekem itthon megoldanom mindent úgy, hogy közben nincs itt velem a másik, és nem elérhető úgy a másik, mint egyébként, ha itthon lenne Magyarországon, akkor ő itt lenne számomra. Én azt gondolom, az jutott eszembe, hogy ez olyas valami helyzet talán, mint ami a karanténnak a bezártsága, mint a legutóbbi alkalommal beszélgettünk, hogy a kapcsolat működését lehet felülvizsgálni, vagy adott esetben segíthet, hogy ez hogy működik, az összezártság, itt meg ugye az eltávolodás egymástól, hogy mennyire bírja elviselni a kapcsolat, a távkapcsolatot.
mert hogy ez egy darabig megy meg, de hogy ez mennyire tud valóságos kapcsolatként működni. Tehát, hogy vannak időszakok, dedikált időszakok, amikor ott vagyok a másik számára, de hogy egyébként ez mennyire működik, vagy nem működik, de egyébként ez pont az, amiről akár itthoni helyzetben, akár amit itt a Gábor is mondott, hogy hogyha valaki meg kitölti az életét a munkája, akkor mondjuk a kapcsolatai mennyire tudnak működni, és innentől kezdve teljesen mindegy, hogy ő most távol vagy közel, hanem mennyire tud jelen lenni a másik számára. Nekem az jutott eszembe, amikor így gyerek voltam, hogy apukámról az a képen maradt meg, hogy ő nagyon sokat dolgozott értünk, de gyakorlatilag nem volt otthon. Tehát ő a klasszikus módon reggel 6-kor elment a köfénbe, dolgozott talán, nem tudom, 2-ig, vagy 2-ig, 4-ig, utána itt a GMK, a Fusi, meg a nem tudom micsoda, ami abban az időben divat volt, és hogy este 9 óra körül hazért, bedőlt az ágyba, és kész. És ezek voltak a hétköznapok. És akkor volt a hétvége, amikor kimentünk a telekre, és akkor telken ott voltunk, de hogy ott is, ott lett volna esélyünk arra, hogy kapcsolatban legyünk, hogy igazán egymással. Tehát, hogy ez nem egy, azt gondolom, hogy új keletű jelenség ez a távolság, hanem sokkal inkább szerintem a kérdés az, hogy a távolság, vagy a, és az időbeli vagy fizikai távolságot hogyan tudja áthidalni a pár. Ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy a gyerek szemszögéből ez hogy néz ki. Tehát a gyerek tudja az édesapját értékelni azért, mert ő teremti elő azt a pénzt, amivel a család jól él. Vagy azt a szülőt értékeli jobban, aki jelen van, aki nem hoz haza pénzt, viszont jelen van, ott van vele, a problémáival foglalkozik, elindítja az iskolába, hazavárja az iskolából, őt, tehát tesz a különbséget, tehát máshogy nézze a gyerek arra a szülőre, aki mindenhez a pénzt teremti elő, és máshogy, aki ott van vele. Szerintem a gyerek számára az a fontos, hogy arról kapja jelzést, hogy ő szeret van, és lehet, hogy nem. Megint ugye pályaszélére nagyon jól tudom mondani itt a családosoknak, hogy szerintem milyen, hogy működik ez a helyzet, de hogy én azt látom, hogy azt gondolom, hogy a gyerek számára az a fontos, hogy ő most kapjon egy pici figyelmet, vagy egy kicsi jelzést arról, hogy ő szeretve van, és akkor ő már töltekezik, és lehet, hogy apa, anya nincs ott állandóan vele, de hogy ezeket itt sokszor hallom, akár anyukáktól, akik ott vannak a gyerek, hogy apa megjön, és akkor így, mint a ilyen mennyország ajtja a kitáról, apa, megjött az Isten. És így. Kemény 3 percig. Kemény. A tapasztalat. Én nekem azért elég sok olyan élményem is van, hogy megjöttem. És akkor, ha bemész, begyűjtöd a puszikat, akkor esetleg, de egyébként meg, hát jó, megjöttél. Akkor ez zavarjál. Azt gondolom, hogy ez nagyon korfüggő a gyerekeknél, hogy mikor mennyire kell csüngni a kicsodán. Szerintem az már régen rossz, ha rangsor van, tehát az szerintem nincs. Hanem csak annyi van, hogy nyilván, hogyha az édesanyja van otthon a gyerekkel, vagy az édesapa van otthon a gyerekkel, akkor ő az, aki első kézből értesül. Tehát az első örömök, az első sztorik, a valakinek el kell mondanom, mert szétrobbanok, akkor azt valószínűleg azzal fogja közölni, akivel össze találkozik. Azt, hogy most este még apu megjön, és most akkor visszajátszás. Azt akartam elmesélni, amit már egyszer elmondtam, ez a gyereknél szerintem nem annyira működik. De azt gondolom, hogy mindenki nyer ebben, és mindenki veszít is egy kicsit. Viszont nem hiszem, hogy rangsor alakulna ki, vagy az egyiket jobban, a másik. Egyszerűen csak a gyerek alkalmazkodik és elfogadja, hogy őtől ezt várhatom, ezt kaphatom, tőle meg azt kaphatom. Ha a papát nem látom, akkor majd hülyeskedünk a hétvégén. Inkább a szülő az, akinek figyelnie kell rá, hogy ne maradjon ki a gyerekkorából. Tehát, hogy a gyermeke gyerekkorából ne maradjon ki, mert egyszer csak így körülnézek, és úristen, te már ilyen magas vagy. És akkor jó visszanézni, hogy de azért ott voltam ott is, meg ott is, meg ott is, meg ezt is együtt csináltuk, meg ő is emlékszik rá, meg vannak történetek, ezekből nem jó kimaradni, hogyha... Mert azt most nem fogom tudni elmondani, hogy 2008-ban, amikor ezt vagy azt a kampányt csináltuk, és ilyen sikeres volt, akkor azt nem fogom tudni elmesélni senkinek. Tehát az nem fog érdekelni senkit, mondjuk egy tábortűz mellett 5 év múlva. Nálam volt egy 50 év feletti apuka, aki már nyilván felnőtt gyerekekkel rendelkezik, és ő azt realizálta, hogy ő bizony hagyta, hogy elmenjen mellettük az élet, tehát hogy nem vett részt azokban, amiket te most felsoroltál, vagy a közös élményekben, mert hogy neki pénzt kellett előteremteni, és nem tudott részt venni. Nyilván tudott volna többet, ha odafigyel, és tudatos, és akarja, ezt is megfogalmazta, de hogy valójában az ő szerepe volt a csúnyán kifejezve a pénzcsinálás. Az anyuka volt otthon a gyerekekkel, és náluk egy olyan helyzet alakult ki, hogy
tulajdonképpen anyuka oldalára átálltak, tehát rangsorolták anyukát, mint lelkitársat, mint probléma megoldót, mint Teréz anyát, és apuka lett a két lábon járó, nem tudom én, bankautomata vagy bankkártya, ami egyébként szomorú, mert ugyanak az apukának is vannak érzelmei, van lelke, és ő is szeretett volna szeretni, de nem jól csinálták. És utólag meg ugye már ez... Igen, mert a pénz is az anyukánál volt már akkor, tehát hogy igen. Tőle kellett kérni a zseppénzt és egyebeket, mert az már édesanyánál igen. volt. És itt az otthon lévő édesanya felelőssége, mert ezt neki kell tálalni a gyerek felé, hogy apából ne váljék szponzor. Igen. Tehát én szerintem itt az intelligencia, amelyet Gábor atya már említett a házastársak között, azért az nagyon fontos a gyerek szempontjából is, hiszen egy ilyen rossz húzás miatt gyakorlatilag megromolhat a kapcsolata azzal a szülővel, aki az anyagi hátteret biztosítja. Hát abszolút, meg nem jók a szerepek. Tehát ilyenkor szerepdiffúzió lép fel, és a gyerek sem tudja, hogy most pontosan akkor mi van, mert átmegy egy székhez, ott meglátja, hogy az apuka játszik a gyerekekkel, nem tudom én, a nyakába viszi őket, rohangál velük, bujkál velük, pogocskázik, focizik a fiaival, míg az ő apja nincs ott. De egyébként így összességében azt gondolom, hogy a gyereknek biztonságra, szeretetre és figyelemre van szüksége. Tehát ez a három, ez elengedhetetlen. És idő, amikor rád fókuszálok, mert te vagy az én kincsem. És hogyha ez az idő, most akkor feldobom azt a témát, amit Gábor tudom, hogy nagyon le fog csapni. Tényleg monitoron keresztül működik. Ez azt jelenti, hogy a 10 éves gyereknek már telefonja van. Azt jelenti, hogy nem csak tévézik és a telefonját kezelgeti, hanem apával is ott tartja a kapcsolatot. Én látom, őszinte legyen nyugodtan. Én csak azt gondolom, hogy a jelenlét, tehát, hogy ami szerintem egy csomószor még a tehát az explicit szeretet kifejezésnél igen. is fontosabb az, hogy az ember jelen van, és lehet, hogy éppen, most nagyképű leszek, azt mondom, hogy polcot fúrok föl, csavar húzózom, vagy egyszerűen csak nem annyira népszerű nálam, de mondjuk mosogatok. Ez a gyereket nem érdekli, ő hallja, hogy az apja itt van, és az neki egy csomószor szerintem igen. elég is. Viszont egy korábbi műsorban, mert hát készültem, a korábbi műsorban Csillama mesélt a mintákról, amiket hozunk, és szerintem a közösségünk, az most már elég régóta, sok-sok évtizeded, de talán már évszázadban is lehetne számolni, hogy mennyire régóta visszük tovább ezt a borzasztóan előnytelen mintát, és adjuk tovább a gyerekeinknek, akár erről a két lábon járó bankkártyáról beszélünk, uh-huh. akár arról, hogy az anyukák otthon mindent visznek. Hát jó, igen, 4 ász, de akkor is, tehát hogy mindent visz, és hogy ez azért nehéz, mert hogyha a gyerekek ezt látják, akkor ezt viszik tovább, és ezen nagyon fontos lenne rövid idő alatt valamilyen tudatos rendszerben módosítani, hiszen ilyen műsorok, mint amiben most beszélgetünk, de ha csak nem mondom ki az újság címét, de az is most már több mint 50 éves hölgyeknek szóló újság, minden oldalán az elmúlt 15 évben leírta Vekerdi tanár úr is, meg nem tudom még hány szakember, hogy kéne viszonyulni a gyerekekhez, milyen mintát kéne továbbadni, és sok millió hölgy elolvasta, talán az urak is, mert hát éppen nem volt másik újság a fodrásznál, amíg vártak, de hogy nem tudjuk ezt megváltoztatni olyan könnyen, sokkal tudatosabban kell ehhez hozzáállni, és ehhez nehezen jön, a nehezítésnek jön be az a minta, amit hozunk. Kívülről ismeretlenként igazából tanácsot adni nehéz. Tulajdonképpen nem is ez a célunk ezekkel a beszélgetésekkel. Talán inkább gondolkodásra ösztönzünk, hogy ahogy mi beszélünk itt szituációkról, aki ugye egy kicsit magára ismer, akkor egy kicsit gondolkozzon rajta, mert szerintem mindenki saját magában találja meg a saját családjára fontos megoldást. Egy biztos, én azt hiszem, hogy amit beszélgettünk a távoli munkáról, a szülő távollétéről is erről szól, hogy minden családban megvan a megoldás arra, hogy ez hogy működjön. Az imént, amit esetlenül próbáltam, én témaváltás lett volna. most nem esetlenül, hanem őszintén elmondom, hogy még annyi idő van, hogy erről beszéljünk, korunk rákfenéje, a gyerek és a monitor használat, illetve a kütyük használata. De én azt hiszem, hogy valamelyest ehhez a témához azért köthető, de mert sajnos ez is nagyon furán alakul. Én nem tudom, nálatok a gyerekek tévéznek-e?
Hát nincsen televíziónk, az ciki egy televízió bevallani, de nekünk nincsen televíziónk, és 2003 óta nincsen televíziónk. Úgyhogy mint szülők, főleg az internetről tájékozódunk, és hát a gyerekek gyerekszobájában sincsen meg sehol semmilyen képernyő. Ez a fegyelem az utóbbi egy évben lazult egy kicsit, mert van olyan játék, tehát az, hogy rajzoljanak például, azt ők fecsettel, festékkel, bármilyen dologgal megoldják, szemétből építkeznek, tehát nincsen túl sok játék a gyerekszobában, így aztán a madzag is kincs, tényleg a tojásos doboz is kincs, és mindenfélékből műalkotások születnek, és ami a legmegdöbbentőbb számomra az, hogy eltölt vele 3 órát, kész van, tessék, tetszik, és onnan nem fontos. Hát én ezeket annak idején, amikor végre valamit csináltam, akkor azt vagy eladni akartam, vagy azt akartam, hogy mindenki megdicsérje. De hogy nekik ez odáig fontos, amíg létrehozzák. És ez az aktivitás szerintem abból jön, hogy nagyon kevés képernyős dolog van. Most a zene az, ami miatt ez a dolog egy kicsit borult, mert egy csomó zenét úgy lehet CD-ről lejátszani, és hát ugye a CD, most már nincsen CD lejátszónk otthon, tehát azt most már valamibe bele kell tenni, és így került ugye a számítógép a közelükbe, de nem bámulják a képernyőt, nem használják úgy, mint egy számítógépet, és nyilván ez egy örök kérdés, hogy ebből mekkora hátrányunk lesz, szerintem sem ekkora, erről is szívesen beszélek, de alapvetően nálunk a képernyő az így nincsen, tehát hogy mi dolgozunk, hogyha dolgozunk, de egyébként nincs a gyerekeknek képernyő idejük sem, ennyi sem. Tehát az, hogy akkor délután 3-tól 4-ig leülhetsz és azt játszod, nem, olyan nincs. És hogyha már szükség lesz az iskolába a számítógép használatra, teszem azt, éppen az iskola mondjuk karantén miatt, a maradj otthon miatt, ha számítógépen kell tanulni? Ez egy nagyon másfajta aspektus, nekünk ez szerencsére sikerült megúszni, tehát az iskola úgy oldotta meg, hogy ne kelljen a gyerekeknek képernyő előtt ülni, és ezért is volt nagyon fontos, hogy olyan oktatási rendszerben tanulnak, ahol konkrétan a gyerek önálló munkavégzésre van nevelve. Tehát ő, amikor megtudta, hogy mi a feladata, megkapta a stencilpapírt, vagy megkapta azt, hogy miről rajzolja, miről olvasson, milyen könyvből, akkor szépen leült és önállóan feldolgozta. Tehát az az alapélmény, amit mondjuk más szülőktől hallottam, hogy ott kell ülni a gyerek mellett és dolgozni vele. Ebben én azt hiszem, hogy elsősorban szerencsés vagyok. Nem azt hiszem, hogy az én gyerekeim átlag fölöttiek, vagy én vagyok kiváló apa, hanem egyszerűen csak mázlim van, hogy lányaim vannak elsősorban, másrészt meg, hogy tényleg nagyon szeretik, szeretnek tanulni, szeretnek olvasni, és megcsinálják a feladataikat. De az biztos, hogy izgatja őket a képernyő, izgatja őket a számítógép, akarnák, hogyha lehetne, nagyon könnyű őket erre bepalizni, úgyhogy ilyenkor azért helyt kell állni, hogy ez... Hát igen, mert kijárnak az iskolába, az osztálytársak biztos mondják, hogy fú, ők mit láttak a tévében. Ez így van, és ebben is több buktató van, de azért... Ez egy másik véglet. Mennyire lehet ez jó? És mennyire lehet ez elterjedt? Lehet ez a jövő? Akkor, amikor az informatika ennyire fejlődik, és tulajdonképpen beszövi magát az életünkbe? Én Ludita vagyok, úgyhogy én is inkább a kütyűmentes világba hiszek, illetve még mindig így ebbe a... Pont ma beszélgettünk egyik ismerősömmel erről, hogy hát plébánia a dolgait, hogy még milyen papíron vezetjük, hát most már minimum Excel táblázatba be kéne vinni őket, és mondtam, hogy én jobban hiszek a papírban, mint a digitális világban, és lehet, hogy erre mondhatják azt, hogy ilyen elmaradott vagyok, hogy nem tudom, nekem még mindig biztonságosabb a papír. De azt is látom, hogy milyen mértékben fejlődik körülöttünk a technika, de azt is sejtem, hogy ennek lesz egy határa valamikor, nem tudjuk, hogy mikor, és nem tudom, hogy az hogyan fog folytatódni. Tehát egy annyi minden változik most így csak a saját életemben, abban, hogy honnan indultunk, amikor még gyerekként a osztálytársammal az ekkora szalagos magnón vettük fel a rádióból a zenét, és hogy mekkora nagy dolog volt, és most van egy ilyen kis pici akármicsoda, mivel a mai fiatalok esetleg, de már nem is vesznek föl zenét, mert most már minek vegyenek föl bármit is. Tehát, hogy ez egy 30 év alatti változás, és most is látszik, hogy mekkora... Szerintem az a kérdés, én azt gondolom,
amit a Gábor is felvetett, hogy szülőként, és megint ugye pályaszéléről mondom ezt a kérdést, hogy tulajdonképpen mit akarok a gyerekemnel, mit akarok, hogy milyen élete legyen, és innentől meg már, és nem akarok nagyon filozofálgatni, de hogy innentől már az a kérdés, hogy milyen emberképen van, hogy mitől ember az ember, és mitől értékes az ember. Attól, hogy el tudja adni magát, és akkor bemegy a kütyű világba, és akkor a legújabb telefont, és a legújabb kütyöt, és nem tudom, micsodát veszi meg, mert ez is egy irány, és erre is lehet haladni, és azt gondolom, hogy lehet ez is egy szülői irány, aki azt mondja, hogy legyen korszerű a gyerekem, ne maradjon le semmiből. De lehet egy másik irány, amikor meg azt mondom, hogy én őt egy szabad emberi akarom nevelni, aki egy tojásos dobozza is tud mit kezdeni, és hogyha bármi történik körülötte, akkor nem esik pánikba, hogy itt most elromlott az, amit... És szerintem pont ugyanaz, mint egy nevelési elf, hogy legyenek keretek a gyerekek körül, és határozzuk meg, hogy mit lehet, mit nem lehet, vagy engedjem a gyerekemet szabadon azzá válni, ami benne van lehetőségként. És most hagyd legyen ez a végszó. Szerintem erre a témára visszatérünk, hiszen következő műsorunkban már a család és az iskola szerepéről beszélgetünk, ahol azt hiszem, hogy a kütyük használata ugyanúgy szerepelhet, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm Papp Csillának, Páncél Gábornak, Tónyai Gábornak, hogy itt voltak velünk a mai műsorban, és nagyon szépen köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Családőrzők című műsorunkkal egy hét múlva újra itt vagyunk. Viszontlátásra!